Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket a Pásztor műsor keretében. Hálás vagyok, hogy újra követitek az adásokat. A régi testvérekért, akik hűségesen jöttök és rácsatlakoztatok erre a szellemi áramlatra, illetve az újakért is, remélem áldás számotokra, önzetlenül szeretettel szolgálunk. Nyilván az első számú gondolatunk az, hogy az élegyülekezett tagjai az jusson el, a szolgálat minden szerdán, de természetesen örülünk, hogyha valaki ezeket megnézi és hasznosítani tudja a hív életével az Isten országába. Mi is ingyen kaptuk, ingyen adjuk, Isten munkája ez, az ő dicsősége, legyen áldott az Úr neve, hogy gondoskodik az ő népéről, és mi mindannyian az Úré vagyunk. Szeretettel hívlak benneteket az Isten tiszteletekre várunk benneteket. Hát nem sokára közeledik az úrvacsorai alkalom. Most vasárnap is egy fantasztikus Isten volt. Elképesztő, hogy mit éltünk át Istennek a jelenlétébe, és mennyire csodálatosan dolgozott a Szentlélek. Kérlek, hogy ne csak hallomásból nézzed ezeket, hogy hajáról, hanem gyere le, vegyél ebben részt. Várlak szeretettel. Nem csak én, hanem a gyülekezet minden tagja vár benneteket szeretettel. Isten áldja meg benneteket, imádkozunk, dicséret következik, és utána felé következik a mai szolgálat. Édes Atyám, hálát adunk az Úr Jézus nevében azért, hogy a jóságodból, a kegyelmedből e, adtad nekünk a te fiadat, az Úr Jézus Krisztus. Köszönjük neked, hogy benne, általa nem csak a világ teremtetett hanem a gyülekezet, a hívő élet, és ő rajta áll fenn. Jézus Krisztus a fiadon. Ő a kezdője, a bevégzője a gyülekezetnek is, a hívő életnek is. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem csak a, a fizikai, a valóságos teremtésnek ő a kezdete, hanem a szellemi életünknek is, és a gyülekezeti életnek is ő a kezdete. Köszönöm neked, Jézus, hogy valóban te vagy nekünk az út is, az igazság is, és az élet is. Nagyon hálásak vagyunk a te beszédedért, amely örök életnek a beszéde, és hálás vagyok azért, hogy éjséget támasztol, most már nem kenyér után, hanem a te beszéded után. Uram, tedd meg ezt most is a Szentlélek által, mi pedig megalázzuk magunkat előtted, szolgai formát veszünk fel mi is, Uram, és oda hajolunk, és meghajtjuk a nyakunkat, és oda tesszük Uram, mint fiak, önként, mint rabszolgálunk neked. Fiak vagyunk, de szolgálatunkban örömmel, mint egy rabszolga, bármit, bármikor készek vagyunk e szolgálni neked, mert Te vagy az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Kérlek áld meg a Te gyermekeidet Uram, hogy a szolgálat, amivel ma szolgálunk, a Te néped javára, hasznára legyen, a Te dicsőségedre legyen, és építse az ekléziát. A Jézus nevében kértem ezt, atyám. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen. Gyertek, menjünk együtt Isten jelenlétében. Induljon a nép! a nincs is szellemben. Kezdelőd dicsérni, nincs meg az ajkaira. Nincs meg a szárad, és Isten befogja tőle. Ősziklen állj az igazság Kedves testvérem, barátaim, a vasárnap beszéltünk arról, hogy az Isten hogyan hűsítja meg az ördögi terveket, és hogyan változik embereknek a sorsa, és sors, Isten egy új sorssal ajándékozza meg az embereket, nem azzal a sorsal, amit az ördög vagy a gonosz emberek terveznek, hanem az ő által adott sorssal ajándékozza meg, és összetöri az ördögi terveket, meghűsítja az ördögi terveket az Úr, nagyon hálás vagyok ezért, szeretném ezt folytatni. Most pedig egy ébredés történetét szeretném nektek bemutatni, amiben rendkívül sok igazság van elhelyezve, és óriási kihívást intéz ez a rész a Bibliában, a mai egyház életébe, a hívők életébe. A mai szolgálatnak a szíme, ébredés a börtönben. Jól hallottátok? Ébredés a börtönben. Olvassuk el az apostolok cselekedet 16. rész 6. verstől egészen a 34. versig. Így hangzik az ige. Eljárván pedig Frigia Galácia tartományát, mivel hogy eltiltatának a Szent Szellemtől, hogy az igét Ázsiában hirdessék. Mizzia felé, mert igyekeznek vala Britiániába jutni, de nem ereszti őket a lélek. Áthaladván azért Mizzian lemenének Troázba, és azon az éjszakán látás jelenik meg Pának. Egy makedón férfi előtte kérve őt, és azt mondja, gyer állt a makedóniába, és légy segítségül nekünk. Miért pedig a látást láttam, azonnal igyekezvén elmenni Makedóniába, megértvén, hogy oda hívott minket az Úr. Hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Elhajózván azért Troászból, elhajózván Troászból, Uh, uh, Számotrokéba mentünk, és másnap Neápolisban. Onné pedig Filipibe, amely Makarénai azon részének első gyarmatvárosa. És ebben a városban töltöttünk néhány napot. És szombaton kimenénk a városon kívül egy folyóvíz mellé, ahol imádkozás szokott lenni, és leülvén beszélgetnénk az egyvegyült asszonyokkal. Egy Lídia nevű Tiatira városbeli bíboráros asszony, aki féli vala az Istent, hallgat a ránk. Ennek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mond vala. Mikor pedig megkeresztelkedik, mind a háza népül egybe kérem minket, mondván, ha az Úr hívének ítéltek engem, jertek az én házamhoz, és maradjatok ott, és unszol a bennünket. Ön pedig, hogy amikor mentünk a könyörgésre, egy szolgáló lányka jöve elünkbe, kiben jövendő mondásnak a lelke szelleme vala, aki az ő urainak nagy hasznot hajtja, hajt a jövendő mondásával. Ez követvén párt és minket kiállt vala, mondván, ezek az emberek a magasságos Istenek a szolgái, akik nektek az üdvösségnek az útját hirdetik. Ezt pedig több napon át művelte, pál azonban megbosszankodván, hátrafordulván mondja a léleknek, parancsolom neked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és kimenne abban az órában. Látván pedig annak az urai, hogy a keresetüknek a reménysége elveszett, megfogva pált és silást vonák a piacra, hatóságok elé. Oda vezetve őket a bírákhoz, mondának, ezek az emberek zsidó létükre megháborítják a mi városunkat. És olyan szertartásokat hirdetnek, amelyeket nem szabadna nekünk bevennünk, csak cselekednünk, sem cselekednünk, mivel hogy mi rómaiak vagyunk. És velük egybe feltámad a sokasság ő ellenük, a bírák pedig letépetvén a ruháikat, megveszőztették őket. Miután sok ütés mértek rájuk, Tömlözve veték őket, és megparancsolva a hogy gondosan őrizze őket. Kiem parancsolatot veti őket a belső tömlözbe, lábaikat a kalodába szorítá. Éfétába pedig Pál és Silás imádkozván, énekel, dicsőítvén az Isten. Fogjuk pedig hallgatják vala őket, és hirtelen nagy földénulás lőn, úgy hogy megrendülének a tömlesz fundamentumai, és azonnal megnyílnak az ajtók, mind, e, e, és minnyájukról a bilincsek leestek. Fölserkeim pedig a tömlesz tartó, látván, hogy itt van vannak a tömlesznek az ajtajai, kivonna a fegyverét, meg akará magát ölni, azt gondolván, hogy elszoktak a foglyok. Pál a nagy fennszóval kiálltál mondvá, semmi kárt ne tégy magadban, mert mindjárt itt vagyunk. Ez pedig világot kére beugrott, remegve borult pár és sírás elé. És kihozván őket mondta, uraim, mit kell nekem cselekednem, hogy üdvözöljek. Azok pedig mondanak, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. És hirdetik neki az Úr igéjét, és mindazokat, akik az ő házánál valának, és magához vevén őket az éjszakának azon órájában megmossák az ütésektől, megkeresztelkedik azonnal ő és az övé minnyája. Egy bevivén őket a házába, azt terítenek ki, és az egész házanépül egybe örvendeze, hogy hit az Istennek. És aztán majd jön a következő szakasz, amikor el akarják őket engedni, majd olvassátok el a befejező verseket is. Tehát az apostolokat a Szent Szellem vezette Európába. Úgy, úgy látta jónak a Szentlélek, hogy az ideje Ázsiának idéglenesen befejeződik a pászolgálatát illetően, tehát Pálnak most már nem Ázsiába kell szolgálnia, hanem el kell indulnia Európa felé, eljött Európa ideje, ezt nem emberek találták ki, hanem a Szentlélek bölcsességében, munkájában lett ez nyilvánvaló, és így az apostolokat a Szentileg vezette Európába. Európa legelső városa, ahol ők kikötöttek, Troászból, ez Filippi volt. Tehát jegyezzétek meg, Európa a legelső városa, ahol az evangélium hirdettetik, ahol a legelső házi csoportok megalapulnak, és Európában a gyülekezet itt született meg, Filipiben. Tehát Filippiben születtek, születtek, meg az első házi csoportok, amiket gyülekezeti magoknak nevezünk. Ezekből nőttek ki a gyülekezetek ebben az időben, és Filippbe több házi csoport is születik ebben az időben, ahogy az evangélium hirdettetik. Tehát az evangélium bejön Európába, az apostoli szolgálat bejön Európába, és bejön, és, és, az Európában megszületnek az első házi csoportok. Ez a csodálatos történet. Itt betört az evangélium. Úgy is nevezhetjük itt, hogy Európa kapuja Filipi, szellemi kapuja. Ebben a helyzetben Filippi töltötte be azt a szellemi kapu szerepet, amelyben Európába bejött az evangélium, és így ez a város fogadta az apostoli szolgálatot és az evangélium hirdetését, de nézzük meg, hogy hogyan. A fogadó csapatban először a Biblia azt mutatja be nekünk, hogy két nő van. Tehát az egyik nő, amit mutat nekünk a Biblia, Lídia, mindjárt elmondom az ő személyét, hogy milyen nő volt Lídia, és mit jelképez. A másik nő pedig a jós nő volt, ez a rabszolga lány, aki egyébként rabszolga volt, az urainak felelt, és nem egy szabad nő volt, hanem egy rabnő volt, egy rabszolganő volt, de jóslásnak a szelleme, lelke volt benne, és tulajdonképpen ő egy felkent nő volt. Ez a másik nő, és a Biblia a európai munka, ahogy elkezdődött, bejön az evangélium, két nővel kezdi ezt a történetet. Már is mondom nektek, hogy mind a kettő jelképez valamit. Az első, a Lídia, az istenfélő asszony, egy imádkozó asszony, azt mondja a Biblia, istenfélő asszony, imádkozó asszony, akinek egyetlen hiányossága van, Na nagy hiányossága, hogy nem ismeri Jézust, és nem hallotta még sose az Evangéliumot. Istent már hallott, Istent ismerte, és Istenfélő volt, de még soha nem hallotta az Evangéliumot, és soha nem hallott Jézus Krisztusról. Ez az asszony Tiatirából származik, de Filippiben is volt háza, és ott élt. Ezt mondja. Az Igét egy gazdag nőről van szó. Tehát egy olyan nő, aki jó moldú volt, egy vállalkozó volt, ugye bívó volt, ugye ezzel a ruhafestékkel foglalkozott, a ruhafestéknek a terjesztésével foglalkozott a vállalkozása. A másik lány, a rabszolgalány, aki bemutat itt az ige, ez a másik nő, aki egy elismert jósnő, és ismert jósnő volt, rabszolga volt, és nagyon nagy hasznot, gazdasági jólétet eredményezett az ő tulajdonosainak a, jóslát, a jóslása miatt, hiszen ezeknek az embereknek a házába egy jósdát működtettek, és ő volt benne a jós, és jövedelmet szedtek ezért, tehát pénzt kértek ezért. Ezért nagyon sokan ismerték ezt a szolgáltatást, és Filippibe ez egy híres szolgáltatás volt, amely nagyon népszerű volt, és senkívül jövedelmező. Ő is egy házban élt, ezt mondja az igetát, Lídia is egy házban élt, és ez a nő is egy házban élt, Lídia a Lydia saját házában élt szabadon, ez a rabszolganő pedig az ő urainak a házában élt rabszogaként, és így szolgált, és ott volt a Jósda, ott üzemeltették a Jósdát ezen a helyen. Na most Isten hatalma megnyilvánul, először is bejön az első megnyilvánulás, megtér az első asszony, az első nő, ugye Lídia, Lídia megtérése, újjászületése, Európa legelső megtérése és újjászületése. Dicsőség Istennek, nem mi nem mondtok egy hallalúját. Ez az asszony őszintén megtér, újjászületik, és befogadja az Úr Jézust a szívébe, megnyitotta Isten az ő szívét, azt mondja, és azonnal meg is keresztelkedik, ezt mondja az Istennek a beszéde. És a házánál, ugye a háza népe is, ugye hallja az evangéliumot, mert elhívja az apostolokat a házába, és a házába születik meg a családjából az első házi csoport. Tehát itt minden az első. Európa első városa, Lídia az első megtérő, újjászületett ember Európából, és az ő házába születik meg az első házi csoport. Jegyezzétek meg. Aztán következő, jön a következő, amikor Isten hatalma megnyilvánul, pálon keresztül, egy ha, ez, a, ez a hamis, jós lélek, amely uralta Filipit, ugye két nagyon nagy erősség amit itt bemutat ebben a részben a Biblia, ami biztos, hogy ott volt Filippibe, az egyik maga jóslásnak, az okkultizmusnak, az okult szellemeknek a forrása volt megnyitva ezen a lányon keresztül, és ez egész Filippit befolyásolta az ott élő embereket. Egy szellemi erősség, egy ördögi erősség, egy démoni erősség lakott ott a városban, aki irányította a város szellemi életét ezen a kis lányon keresztül. A másik erősség pedig maga Róma, volt, hiszen az a város római provincia volt, római város volt, és Róma pedig a bálványimádás központja volt, tudjátok, a hamis isteneknek és a bálmányimádásnak a központja volt, és éppen ezért ez a város tele volt ezekkel a bálványokkal, császári kultuszokkal, és mindenféle bálványokkal, és hamis istenek imádatával. Ezért mi ez a két nagy erősség van, mind a kettő megjelenik ebben a történetben, megjelenik a jósnő mögött lévő okult szellemek, jó szellemek, démonoknak a szolgálata, és megjelenik a római helytartók, és a jó római birodalomnak a hatalmas támadása az Isten gyermekeivel szemben. Mind a kettőt fogjuk majd tapasztalni, és meglátjátok, milyen eredménnyel avatkozik be. Na most itt Isten erejek beavatkozik, és pálon keresztül egy azonnali csapást mér, az első fejedelemségre, vagy első erősségre a városba, egy óriási ütés kapnak, kimegy egy órán belül ez a démon, elmenekül ez a szellem ebből a nőből. Tehát nyilván nem önkéntesen ment el, hanem kimenekült, mert parancsot kapott, és találkozott Isten erejével, Isten ereje felszabadult, megnyilvánult ezen a helyen, és ítéletet gyakorolt ezen az ördögi erő, erősség felett. A, 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 a második. A, a, részben, pedig majd fogok még ebből részletesebben is beszélni. Na most, amikor ez megtért, megtörtént, akkor jön a bosszú. A következő részben látjátok, hogy jön a bosszú, és bosszút állnak, mivel megrendült az egyik oszlopa a sátán erősségnek Filipibe, mert így fogadta, Európa az evangéliumot nem tátkarokkal fogadta. Tehát ezek az apostolok nem így érkeztek Európába, hogy ünnepel sztárok voltak, hanem úgy érkeztek, hogy az életük is kockán volt, és rögtön egy gonosz szellemiséget találtak magukkal szembe, és miután ez e fölött Isten ítéletet gyakorolt, és ez a szellem elhagyta ezt a nőt, azonnal jelentkezett a második, és talán még erősebb szellemiség Filipibe, ez a Bármánymádó római szellem amely rómát jelképezte, a sötétségével, a gonoszságával, és bosszút akart állni az elveszített erősségen. És ez a befolyás jelenkezik ebben a pillanatban, és úgy tűnik, hogy sikereket is ér el ez az erő, mert elkapja, tehát az egyik esetben azonnal kimegy ez a gonosz erő, fejedelemség vagy gonosz szellem démon ebből a, ebből a nőből, a másik esetben pedig úgy tűnik, hogy ők érnek el sikereket, mert börtönbe zárják, megverik és börtönbe zárják az apostolokat. Ez már egy erősebb támadás volt, ez szemtől szembe ment, míg az első egy, egy manipulációt csinált, vagy el fogom nektek mondani, hogy mi is volt itt a lényeg, pedig igazságot mondott a, a nő teljes mértékben. Itt szemtől szembe támadást élünk meg, egy az egybe szembe fordul teljes erővel, ez az erő, szellem, gonosz erő az apostolokkal. Pál és Silás börtönbe kerül, egy újabb hely Filipiben, és érdekes, hogy az apostolokat, tehát börtön várta Filipiben. Ugye itt is két, két ház van egyébként, az egyik ház a Lídia háza, és mondjatok ezért, ám hogy a Lídia háza a, a szeretetnek, az isteni gondviselésnek, az úr jóságának a helye volt, hiszen befogadta ez az asszony őket már, mint az Úr Jézus tanítványa, gyermeke, és ez pedig a börtön, a római ház, egy börtön. Tehát a Róma börtön elajándékozta meg az apostolokat, börtönbe zárta, börtön, méghozzá tömlöc házba vitte az apostolokat. Így várták az evangéliumot. Tehát ez egy gonosz terv volt, a megfélemlítés volt, kaloda, és az volt a céljuk, hogy ki fogják űzni őket Filippiből, de már úgy, hogy az apostolok annyira megijednek, hogy ettől a gonosz római bálványimádó okult erőtől annyira megijednek, és az életüket is féltik, hogy soha többet nem fognak ide visszajönni. Ez volt a terv, ezért másnap reggel el is küldték őket erről a helyről. Na most elkezdődik, egy csodálatos dolog, amit úgy hívunk, hogy évredés a börtönben. Mondjatok áll ment. Ez a történet az évredésről szól, és itt van az első nagy évedés. Ennek az eleje megkezdődik. Lidiánál majd folytatódik a börtönben, de senki nem gondolta, hogy egy évred kezdődik, egy római börtönben, Filipiben kezdődik majd el, amikor már sok ember megtér, és nem csak egy család és sok ember találkozik az Isten erejével. Na most, börtönben ülnek az apostolok, a legbelső, a legmélyebb szobába ülnek az apostolok, és nézzétek meg, be van kalodázva, tehát olyan bilincset tettek rájuk, a fa kalodát, amely a kezüket és a lábukat is összebilincselt egyszerre. Itt ülnek, éjféli Isten tiszteletet gyakorolnak. Éjfélkor Isten tiszteletet tartanak az úrnak, Istenhez imádkoznak hangosan, és Istent imádják. Tehát a börtönben, éjféltájban ima és imádás zajlik. És mindezt egy, egy közönség hallgatja, ugye kénytelenek voltak hallgatni, hiszen a börtönben nem egyedül voltak, hanem jó néhány, sokan voltak a börtönben, és a börtönben lévő összes ember hallotta az imát és az imádatot. Miután ez megtörtént, e, e, a ez az ima és az imádat okozta szerintem, az egyik ok ez volt, ami okozta a földrengést a börtönben. Mert e, ugye azt a szímet is adhattam volna a mai szolgálatnak, hogy nemcsak hogy ébredj is a börtönben, hanem hogy földrengés a börtönben, amit nem természetes okok okoztak, hanem szellemi dolgok váltották ki. Mi váltotta ki a földrengést ebben a börtönben? Az ima és az imádat. Éjfékor. Ennek együtt kellett lennie. Tehát éjszaka idején a legsötétebb időben, és imádkozni kellett, és imádatot kellett bemutatni. Az Isten tiszteletet kellett gyakorolni a börtönben, a sátán egyik legnagyobb erősségébe. Elképesztő, hogy az apostolok nem ijedtek meg, hanem Isten tiszteletet voltak képesek bemutatni egy sátáni erősségben. Elképesztő. Na most ez így megtörténik, és ez a szellemi, tehát ez a földrengés szellemi eredetű volt, az ima és az imádat volt az egyik kiváltó oka ennek. Aztán ugye senki, egyébként érdekes, hogy senki nem szalad el, miután, miután történik a következő dolog, nagyon érdekes, ugye három, illetve négy dolog történik, vagy öt is, hagyd soroljon fel. Itt az ige szerint. Először is, mikor az Úr földrengés küldött, tehát elküldöző angyalát, amely megrázta alapjainál fogva ezt a börtönt, azt mondja az Isten igény, hogy Először is, ugye ez a földrengés, ami megrázza a börtön alapjait. Alapjaival rázza meg a sátán intézményt, úgy, ahogy van. A második, ami történik, leesik, leesik az összes bilincs az emberek kezéről, és megnyílnak az ajtók. Ez a harmadik dolog. A negyedik dolog, hogy föl kell, föl kell a börtönőr, és az ötödik, hogy meg akarja magát ölni. Tehát az emberek szabadulása, neki a nyitott ajtó az ő halálát jelentette. Érdekes, hogy, hogy minden más embernél a nyitott ajtó életet jelent, a szabadulás jelenti, neki a nyitott ajtó a halált jelentette. Ha megnyílnak a börtön ajtók, az neki az élete vége, és a halála. Érdekes ellenmondás. Ezt jelentette, és így e, történt ez. Nos, senki nem szaladt el? Miért nem szaladtak el az emberek? Hát azért, mert most lettek igazán szabadok. Gondoljátok el, hogy hallgatták Pálnak és Sílásnak az Isten tiszteletét, hallgatták ezt a csodálatos felkent imádkozást és imádatot. A szentileg leszállt, úgy gondolom, a börtönben, és eljöttek az Isten adjala is a börtönben, amit ugye nem látunk, de a földrengést az, az Isten angyai rázták meg alapjaiban a, az épületet, de teljesen biztos vagyok, mint Jerikó falait is, az Isten angyalai rázták meg. együtt, együtt harcolt a két hadsereg. Ott a börtönfalak, ott a várfalak rázkódtak meg, és hullottak le. A másik, itt pedig a börtön rázkódott meg, és ajtók is bilincsek nyíltak meg. És itt is az angyaloknak a munkáját láthatjátok. Na most, ezek az emberek bizony, biztos vagyok benne, hogy valamilyen átélést kaptak, átélést éltek át, és kaptak egy isteni érintést. Ebben teljesen biztos vagyok, hogy milyen mélyen és milyen módon ezt a Biblia nem taglalja itt, ebben a részben, de abban biztos vagyok benne, hogy volt nekik egy nagyon komoly átélésük Istennel. Ez az bizonyítja, hogy amikor az megnyílt a börtön ajtó, nem menekülnek el, hanem ott maradnak, ott maradnak jó ideig, egyetlen egy ember se szalad el a börtönből, amikor a lehetősége nyílik rá. Miért? Mert Nekik, meg ők, ők tulajdonképpen most kapták meg az igazi szabadságukat. Rájöttek arra, hogy amit, ami itt történik, az sokkal fontosabb az életve, és sokkal jobb nekik, mint hogy ők elszaladjanak és folytassák a régi életüket, ők kaptak egy Istentől egy érintést, egy lehetőséget, és éppen ezért én úgy gondolom, hogy ők egy lelki szabadulást éltek át, egy érintést éltek át az Istentől, és ezért nem szaladtak el, mert találkoztak az élő Istennel, az ő jelenlétével, és most lettek igazán szabadok, el nem akartak menni a szabadságnak a helyéről. A börtön lett nekik a szabadulásnak a helye. Elképesztő, ugye? Mert Isten ott egy szabadulást hajtott, végre és bizonságokat telt. A börtönő felken az álmából, ugye neki a halált jelentette ez, és e, e, megtér a harmadik kapu ember, ugye az első kapuember ember Lídia volt. Ugye Lídia megtérése szintén kapu volt Európa megtérésével. A jósnő szabadulása szintén egy kapu, mert ott Isten ereje lett bizonyítva ezen az emberen keresztül. Tehát vannak emberek, akiket azért nevezünk kapu embernek, mert Isten rajtuk keresztül demonstrálja az erejét. És itt pedig egy harmadik kapu embert látunk, a börtönőrt, aki szintén megtér, megkeresztelkedik, szolgál, és megalapul a második házi csoport a házánál. Szintén megkeresztelkednek, és megalakul egy második házi a családjából, és a vele lévők vele, ugye a házánál, nyilván a háza börtön mellett volt, vagy a börtönben, vagy a börtön mellett, de ott volt közvetlenül, hiszen a földrengést ő is érezte, amikor felébredt, ezért e, 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 tapasztalta ezt. És ezért a második házi csoport itt megalakul. A harmadik pedig véleményem szerint a börtönben alapult meg, mert azok az emberek, akik Isten érintését, Istennek a jelenlétét megtapasztalták, ott valami történt. Én teljes szívemben hiszem, és ott is közülük Isten sok embert. Olyan, olyan munkát végzett el, hogy ott az maradandó volt, úgy gondolom, az életükben. Ezért nem mentek el. És ezért a harmadik csoport, aki kapott Isteni beavatkozás és érintés, az már a börtönben van. Itt már három csoportról beszélünk. Európában, ahogy szaporodnak, és, és pillanatok alatt történik, hogy házi csoportok alapulnak, csoportok alapulnak Filipiben, a gyülekezet magjai. Na most az ellenség megijed, másnap küldi a követeit. Ugye nyilván éjszaka a démonok jelentést tettek az ördögnek, hogy baj van sátán, először is elveszítettük Filippibe, elveszítettük a jós szellemének szelleminek a befolyásával az irányítást. Most már nem tudjuk irányítani az embereket, mert az emberek eddig azt hitték, hogy ezen a nőn keresztül Isten szól hozzájuk. Ezért keresték. Ezt elveszítettük, és most baj van, ezeket az embereket bevittük a börtönbe, és most a börtönt is megrázta az Isten, lehultak a bilincsek, és, és a börtön őr is megszabadult, és ott az erősség felett is elkezdte Isten az ítéletet végrehajtani. Ezért jobb, hogyha azonnal kiküldjük őket, jobb, hogyha azonnal elbasáltjuk őket, szabaduljunk meg tőlük és küldjük is a követeket, hogy menjenek haza, menjenek innen el, hagyják el ezt a helyet. És ez a, ez, ezt tette itt az ellenség. Ezt látjuk itt ebben a, a, a helyzetben. Na most megijedt a gonosz, bocsánatot kér, Ugye a végén a történetet látjátok, hogy még bocsánatot is kérnek, és nyilvánosan megszégyenülnek. Tehát ez történik a római szellemmel. A Jós szellem kimegy, itt pedig megijed, bocsánatot kér, illetve meg is szégyenül ez a szellem, hát neki ki kellett szépen kézen fogva vezetni ezeket az embereket, ezzel demonstrálva lettek, lett az ő megaláztatásuk tulajdonképpen. Na most Európa első városában ez történt, így alakult meg a házi csoport Lídia házában, a börtönőr sőt a börtönben magába is Isten munkája indult el. Most mit tanulhatunk ebből a történetből? Mi is a tanulság ebből a történetből? Először is hadd soroljam fel a számatokra. Ez nagyon fontos. Az evangéliumnak ma is van hatalmas ereje. Nem csak akkor volt hatalmas ereje az evangéliumnak, hanem ma is hatalmas ereje van az evangéliumnak, és hogyha egy városba az evangéliumot igazán hirdetik, és beviszik az evangéliumot egy városba, ott változást fog hozni az evangélium ma is. Az evangélium nem változott meg. Ez az első, amit tanulhatunk. Aztán tanulhatjuk azt is, hogy hogyan kell viselkednie egy kereszténynek, egy érett kereszténynek nehéz, nyomorult, sötét helyzetekben. Hogy kell viselkednie? Imádkoznia kell Istenhez, és imádnia kell az Urat a legnehezebb körülmények között is. Bár csak ezt tenné az egyház, bár csak ezt tennék a keresztények ma is, hogy amikor nehéz helyzetbe kerülnek, nyomorúságos helyzetbe kerülnek, akkor tudnánk imádkozni tiszta szívvel, és tudnánk imádni az Urat még a legsötétebb helyzetekbe is. Amikor ezt teszi a kereszténység, az szellemi eredetű földrengést fog okozni a látható világba. Ezt gondolom. Mert ez a harmadik dolog, hogy ma is tud földrengést okozni. Az ima és az imádat meg tudja rázni az Isten az ő angyalain keresztül, az ő szellemén keresztül meg tudja rázni a látható világot, ha egy gyülekezet, egy hívő a legnehezebb életének legnehezebb pillanatában, a legsötétebb helyzetében nem az elkeseredést, a panaszkodás választja, hanem az imát és az imádatot választja, meg tudja rázni Isten a látható világot körülötte. A válasz igen, ezt is megtanulhatjuk belőle. Aztán azt is megtanulhatjuk, hogy, hogy uh, uh, Isten be tudja mutatni a jelenlegi világban a gonoszszal szembe hatalmát. Amikor akkor erősséggel tobzódik a gonosz, és annyira el akarja velük hitetni, hogy ő az erősebb, és fenyeget, és próbál ütéseket mérni az Isten gyermekeire, el kell nekünk hinni azt, hogy ő az erősebb. Respektálnunk kell ezt. Bele kell menni nekünk ebbe. Vagy pedig Istennek van hatalma arra, hogy bebizonyítsa az ő gyermekeink keresztül, és ítéletet gyakoroljon gonosz erők felett, gonosz szellemiségek felett ma is, és a hatalmát be tudja ma mutatni démonok felett Jézus? A válasz igen. Meg kell ezt mutatnia az egyháznak is? A válasz, igen, nem csak Jézusnak kellett ezt bemutatni, nem csak az apostoloknak kellett bemutatni egy római börtönben, meg, meg a jósnő felett, hanem az egyháznak, a gyülekezetnek és a hívőknek is be kell ezt mutatnia, hogy a gonoszszal felett Isten uralkodik, és az ő hatalma megítélte ezt a gonosz világrendszert. Aztán az utolsó, hogy olyan emberek fel kell nekünk ismerni, olyan embereket, akik kapu emberek. Vajon az apostolok milyen csodálatosan ismerték fel, amikor kimentek a folyópartra, hogy Lídia elő van készítve. Lídia egy olyan asszony volt, aki már elő volt készítve az evangélium befogadására. Ezt is felismerték. És azt is felismerték, hogy Lídiában Isten mit végzett el. Felismerték, hogy a jóst nő mögött lévő szellemiség hiába igazat mond, akkor is manipulálni akar, ebből a szolgálatból előnyt akar kovácsolni, részt akar belőle venni, és emiatt egy szellemi tekintét akar gyakorolni az apostolok felett, hiszen ő hirdeti, hogy ezek az emberek kicsodák, és mit fognak tenni. A sátán be akart épülni az apostoloknak a szolgálatába. Ezen keresztül. És, és ez is egy kapu volt. Ők rájöttek, hogy ez a nő egy kapu. Filippi be, ez egy kapu szellem. Ezért nagyon fontos, hogy higgyetek abba, hogy Isten oda vezet bennünket sokszor kapu emberekhez, vagy olyan emberekhez, akiknek a megtérése kapu egy város, egy település megtéréséhez, vagy pedig olyan emberekhez, akiken Isten demonstrálni fogja az erejét és a hatalmát, és be fogja rajtuk mutatni, hogy az Isten királysága hatalmasabb az ördögországánál. Ez így van ma is. És az, az a kérdés, hogy Isten gyermekei, akik e, 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 itt vagyunk, rendelkezhetünk mi olyan bölcsességgel, hogy ezt meglátjuk és észrevesszük, és a, mi városunkban is Isten oda vezethet minket ilyen kulcsemberekhez? A válasz, igen. Tehát ezek a kérdések merültek fel bennem. És ezeket tanulhatjuk meg ebből a, a, a történetből, és még nagyon sok minden mást ebben a történetből. Drága testvéreim, azt hiszem, hogy az időm lejárt, most már, és a vége felé közeledik. Ezt szerettem volna nektek ma elmondani. Ez egy óriási dolog, ami itt történik. És nagyon fontos látnátok, hogy ez a ébredés egy börtönben kezdődött el, ott, ahol az emberek felszokták adni, ahol elszoktak keseredni, ott nyitotta meg Isten a lehetőséget, demonstrálja az erejét, hatalmát, immár a másodszor. Filipibe. És olyan csodálatos ez, hogy ezek az emberek nem keserettek el, hanem a legmélyebb ponton az életükben mutatták be a legszebb imájukat és a legszebb imáratukat, amely egész világot megrázta. Megrázta ezt a makrovilágot, ahol éppen ők vannak. És úgy gondolom, hogy ha most mi megértjük ezt, akkor a mi életünkben is, a te családodban, a körülményeidben is egy változás fog jönni. Mert Isten a te életedbe is tud földrengést csinálni. A te környezetedbe is tud, meg tudja rázni a dolgokat. A te életedbe és a te környezetedbe, a gyülekezet életébe is be tud, be tud avatkozni, és egy egész várost el tud Isten foglalni az Evangélium segítségével, és az ő ereje hatalmas segítségével, és az ő angyalai segítségével. Ez nagyon fontos, hogy ebben ezt megértsétek. De megfelelő időben, a megfelelő helyen kell hirdetnünk az Evangéliumot, és a megfelelő időben be kell mutatnunk az Isten tiszteletet a megfelelő minőségben és a megfelelő módon. Ha ezt megtesszük, akkor azon a helyen, ismét lesz földrengés. Méghozzá szellemi eredetű. És ez le fogja rombolni a sátáni erősségeket. És Filippiből nem lehetett, nem lehetett többé kiűzni az evangéliumot. Az apostolok ugyan eltávoztak, de miután már az apostolok elmentek, már akkor három házi csoport volt. Az első Lidiánál, a második a börtönőrnél, harmadik a börtönben azoknál az emberek életébe, akiket Isten megérintett és változás jött az életükbe hogy az apostolok ott is elmondták, úgy gondolom, az örömhírt. Ezért nagyon fontos látnotok, hogy az apostolok elmentek, de Isten ereje maradt, Isten munkája maradt, és már ott maradt a mag, és Filippibe elkezdődött, Európa első városába a gyülekezett korszaka dicsőség Istennek. Ez óriási dolog. Debrecenre is így gondolok, így nézek, hogy Debrecen is egy ilyen város, ahol Isten demonstrálni akarja az ő hatalmát. Debrecenben is vannak kulcsemberek, akiknek az evangéliumot hirdetnünk kell. Akik előre vannak már készítve az evangélium befogadására. Vannak olyan emberek, akiken Isten demonstrálni fogja hatalmát, és meg fogja mutatni, hogy az ő királysága, az ő erője sokkal hatalmasabb bármilyen fejedelemségnél, bármilyen hatalmasságnál, úgyhogy reszkessenek ezek az erők, mert az Úr hatalmasan cselekszik. És vannak olyan helyzetek és szituációk, ahol senki nem gondolná meg, hogy gyülekezet születik. Nézzétek meg a, a, a börtönben is születik egy hádi csoport. A börtönben is születik. Van egy kulcsember a börtönör. Elképesztő. És ez az ember az életét akarja eldobni, és ott kapja meg az örök életet. Dicsőség Istennek. Ott kapja meg. Már csak egy másodperc választott el, ha nem szólnak az apostolok, megöli magát. De hála jó Istennek, hogy az evangélium közvetlenül szó szerint életet mentött. Nem csak lelkileg mentett életet, hanem fizikai életet is mentett. Dicsőség Istennek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon sok tanulság van ebben. Kélek benneteket, gyertek, imádkozzunk. Kit-kit hogyan érintett meg a Szentlélek ezen a mai tanítás alatt. És lássátok, hogy ma is vannak földrengések, szellemi eredeti földrengések. Ma is vannak kulcsemberek, és ma is vannak, akiken Isten demonstrálja a hatalmát, mert Isten népe hirdeti az evangéliumot. És Debrecen város egy ilyen hely. Ez a helyen mindegyik meg fog történni. Úgy hiszem, és történik. Egyrészt térnek meg a kulcsemberek, történik, hogy Isten demonstrálja a hatalmát azokon, akik az ellenség oldalán állnak, és be lesz rajtuk keresztül mutatva, hogy az Úr királysága itt van ebbe a városba, és hatalmat vett a sátán királysága felett a másik oldalról pedig olyan helyeken lesznek megtérések, ahol a legmegkötözöttebbek az emberek. Hát hol meg, legjobban megkötözöttek az emberek? Egy börtönbe. Nézzétek meg. És az evangéliumot nem lehet bilincsbe verni. Ugye ez a híres mondat. Bilincsbe verték a kezét, a lábát az apostoloknak, de az evangéliumot nem lehetett bilincsbe verni. Dicsőség Istennek, hanem ez verte le. Az evangélium verte le a bilincseket az emberek kezéről és nyitotta meg a vazzárakat, dicsőség az Úrnak, itt ebben a, az ajtókat. Az evangélium ereje, Isten ereje, és nagyon sok közleműködést látunk itt ezen a helyzetben. Kedves testvéreim, szívem nagyon örül, tele vagyok boldogsággal, hogy ma ezt is elmondhattam nektek, a filipi földrengésnek a történetét, amikor a börtönben ébredés történik. Földrengés a szellemvilágban, földrengés a valóságban, és ébredés történik Filippiben, olyan helyen, ahol senki sem számított rá. Történjen meg a te városodban, a te faludban, a te életedben, ez történjen meg Debrecenben újra és újra a Jézus nevében. Imádkozzunk ezért. Édesatyám, köszönöm, hogy a mai nap foglalkozhatunk ezzel a szellemi eredetű földrengéssel, ami tulajdonképpen egy ébredésnek a története. Nagyon hálás vagyok a Lidiáért, azért az asszonyért, amely a Krisztus menyasszonyát jelképezi, és nagyon hálás vagyok, hogy bemutattad nekünk a sátán szajháját, amely egy rabszolga nő tulajdonképpen, és ítélet lesz fölötte gyakorolva, és elveszíti az erejét. Köszönöm, hogy az egyház egy nagyobb dicsőségben öltözködik, egy nagyobb tisztaságban, szentségben, és az egyház, a te menyasszonyod, az a te házad is. Dicsőség neked ezért. Köszönöm, hogy a börtönőrnek a háza a te házaddá vált, uram, és ő megtapasztalta, hogy a halálból életre kelt, nem kellett neki meghalnia, hanem életet kapott. És köszönöm neked, uram, hogy ezen a helyen egy isteni beavatkozás történt. Római erők megrendültek, a bálványi megrendültek, sátáni erősségek megrellettek rázva, megijedtek ezek az erők, mert hatalmas a te erőd, Uram. Te legyőzted a gonoszt és a sátánt. Uram, tedd meg kérlek újra és újra. Tedd meg Magyarország településein, tedd meg Magyarország városaiba, de különösen kérlek, hogy tedd meg Debrecenben most is. Látogass meg kulcsembereket. Uram, add meg, hogy a te szolgáid Uram, ne a seveiket gyalogassák, hanem a te gyermekeid az evangéliumot hirdessék ebben az időszakban, Istenem, itt Európában. És használjuk ezt a lehetőséget, amíg még ez, ez adatik nekünk. És köszönöm, Uram, hogy a legnehezebb pillanatokban is hirdethetjük az evangéliumot, és az evangéliumnak az ereje felszabadul, és szellemi eredetű rászkál, rászkódás lesz, megrázás lesz azon a helyen. Köszönöm, hogy itt veszembe is ördögi erősségek esnek le, sátán erősségek törnek össze. Köszönöm, köszönöm, hogy kulcsemberek térnek meg, és köszönöm neked, Uram, hogy olyan helyeken indul el gyülekezet, ahol senki se gondolná. Ez történjen, ezt kérjük az Úr Jézus nevében. Amen. Drága testvérem, Isten áldja meg benneteket, gyertek, éljük át ezt a szellemérleti földrengést itt az élet gyülekezetében is. Válok benneteket szeretettel vasárnap, Isten áldja meg benneteket.